a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Babits Mihály Kulturális Központ közös rendezvénye Purim alkalmából. Ezzel a szlogennel hirdették a Budapest Klezmer Band márciusi koncertjét, ami az első volt azon rendezvények között, amit a veszélyhelyzet miatt le kellett mondania az intézménynek. Ez márciusban lett volna a zsidóság egyik víg ünnepén Purimkor, ami hasonlít a magyar, vagy a nálunk szokványos farsankhoz. Tehát ez egy ilyen koncert lett volna, és közben jött a koronavírus járvány, az előadásoknak a letiltása, vagy ugye nem lehetett megtartani, de a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság, akit én vagyok az elnöke, képviselem, azon az elven vagyunk, hogy mi minden évben Purim környékén szeretnénk egy színvonalas rendezvényt, ami bemutatja a zsidó kultúrát, a zsidó zenét, és ezt rendkívül fontosnak tartjuk, hogy megtiszteljük vele mind Szekszárdváros polgárait, közönségét, mind pedig a mi tagjainkat és a mi pártolóinkat, akik erre fogékonyak, erre az ilyen típusú kultúra koncertre. Ennek megfelelően azt mondtuk, hogy amint lehetséges, ezt be fogjuk pótolni. A Purim az ma már ugye nem esedékes, de mivel a zsidó új év közeleg, ami szeptember 19-én fog beköszönteni, ez az 5781. év, és így úgy gondoljuk, hogy egy elmaradt Purimnak és egy újévi előzetes koncertnek szintén ez megtehető, és hangsúlyozom mindenképpen a Szekszárd polgárainak és közösségeinek a hagyományos zsidó művészeteket szeretnénk bemutatni. Ezért esett a választásunk a Budapest Klezmer Bandre, aki a világon a klezmer kategóriában az elsők között van. Imádjuk a Szekszárdot, imádjuk. Ez egy szenzációs város, és márciusban, amikor kiderült, hogy nem tudunk jönni, tényleg nagyon szomorúak lettünk, nem csak azért, mert ami történt, de most itt vagyunk, hál' Istennek, nagyon gyorsan elmúlt ez az időszak, és megint itt vagyunk. Fantasztikus közönség van. Tényleg annyira szeretik ezt a klezmer zenét, és annyira abszolút lehet érezni, hogy az ember mintha hazajött volna, hiszen ahogy elkezdik a koncert, akkor a zenekar is, meg én is érzük azt, hogy ez tényleg egy csodálatos légkör, egy csodálatos atmoszféra. Ez gyakorlatilag egy kultúrát jelent, egy kelet-európai zsidóságnak a kultúráját, és ha már a Budapest Klezmer Bandnél tartunk, ugye ők ennek a kultúrának a keretében operettet írt a Fegya, és ez ennek Mennyasszony tánca címe, amit most már hosszú-hosszú évek után tártház előtt ad az Operett Színház, aki végül is a Mennyasszony tánc az egy oroszországi történelmet mond, és azért nagyjából még szintén fut a Heged és a háztetőn is, ami ezzel kapcsolatos, amiben szintén ők részt vesznek zenébe, most a Veszprémi Várszínházban a színpadon vannak végig, tehát azért ez ezt jelenti. Ez a 30 év, ez egy csodálatos időszak volt, hiszen volt egy fantasztikus időszak, amikor tényleg egyrészt azt, hogy született egy új műfajt Magyarországon, hiszen ezt a klezmer zenét abszolút nem ismerték. És én mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi is a klezmer, egyrészt azt mondom, hangszeres zsidó népzene. Másrészt azt gondolom, hogy a klezmer a maga nemébe
a népek közötti kapcsolatnak egy bizonyos tükre. Ettől az a zene ennyire sokszínű, sokrétű és fantasztikus ereje van. Egy ilyen szuggesztív hatást gyakorol a közönségre, és teljesen mindegy, hogy most az ember Szekszárdon, vagy Budapesten, vagy Szászhalombattán, vagy Londonban, vagy New Yorkban, vagy Amsterdamban, vagy Madridban, vagy Brüsszelben játszik, abszolút lehet érezni, a közönség rögtön magáéval teszi ezt a fantasztikus műfajt, és azért annyira csodálatos volt ez a 30 év, hanem az, hogy hatalmas nagy sikereket értünk el. Nem beszél arról, hogy 3 évvel ezelőtt a zenekar megkapta a Prima Primissimat, amely egy hatalmas nagy elismerés volt, és hát alkalmazkozunk ehhez a helyzethez, és próbálunk arra gondolni, hogy a remény az mindig egy jó dolog, hiszen az izraeli himnusz például, amikor énekelik, akkor a himnusznak az a címe, hogy remény. És hát én is reménykedek, és a zenekar is, és szerintem mindenki, hogy a klezmerrel tekintetben nagyon sokat fog tenni azáltal, hogy az ember egy picit elfelejti, hogy mi is van itt a világban. Amikor 1990-ben megalakult a Budapest Klezmer Band, én úgy éreztem, hogy ez egy küldetés, és nekem elsősorban az volt, hogy egy olyan műfajt, ami teljesen feledésbe merült, nem csak szert a világon, hanem itt Magyarországon, és éreztem, hogy ezt fel kell nevelni megint, és a közönség egyrészt nagyon megszerette ezt a műfajt, nem beszél arról, hogy a klezmer a maga nemébe nem csak egy klezmer zene, hanem a magyar kultúrának egy nagyon fontos része.